nem hívnám problémának, ez egy változás. Ha azt mondjuk, hogy 50-60 euró, akkor az normális? Sokkal érdekesebb, hogy mi van a 70 százalékban. Energia energiakereskedő számára a jelenlegi helyzet az egy, az egy nyírvána. Jó napot kívánok! Ez itt a napi.hu videó podcastja, és a mai nap is energetikával fogunk foglalkozni, még mégpedig az energia árakkal. Jó. ha direktben állampolgárként nem is találkoztunk azzal, hogy a energiaárak, ami történt az elmúlt fél évben, közvetve biztos, hogy érzékeljük azt, hogy a infláció felpörgetésébe, hogy a fodrászunknak a árszabásába, bár nekem ugye nem szükséges a fodrász talán, vagy egyébként általában a világban mi minden történik a, a, az energia, az áram, a gázár körül, hogy az oroszok mit csinálnak, a németek mit nem csinálnak, a, az Európai Unió mit miért csinál. Eléggé zavarosnak tűnik ez a dolog, ezért is hívtam be a stúdióba Felsman a Magyar Energia Kereskedők Szövetségének az elnökét. Jó napot kívánok! Hello! Mi tegeződünk egyébként. Elindulhatunk onnan, hogy most mennyi az áram ára? Természetesen. Én megnéztem ma reggel a Hupix nyitó árát, 261 fél euró per megawattóra. Ez most sok vagy kevés? Én azt gondolom, hogy kevésnek semmiképpen ne nevezzük. Tehát ez az az árszint, ami rendkívül komolyan el kell, hogy gondolkodtasson mindenkit arról, hogy oké, okay, mit csináljak, hogyha 260 euróért lehet venni villamos energiát. Ugye, hogyha megnézzük mondjuk egy-két évvel ezelőtt a 40 és a 80 euró közötti szinten mozogtak az árak, tehát hogy ehhez képest ez egy elképesztő nagy változás. De azért még sem lehet úgy feltenni ezt a kérdést, hogy akkor ez normális vagy nem normális, mert meg kell néznünk, hogy mi van mögötte, tehát hogy miért ennyi az ára már. Az első az, hogy hogy mi mozgatja azt, hogy mennyire kereskednek a tőzsdén villamos energiával. Ez már önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit mérnek ezek az indexek. Tehát, hogyha ránézünk mondjuk a magyar tőzsde honlapjára, és azt látjuk, hogy ma 260, tegnap egyébként csak 100, 90, 170 volt, 160, ha jól emlékszem. Aha. Tehát, hogy, hogy az is borzasztóan érdekes, hogy 40 is. hogyne, december 21-22-én uh -huh. akkor 420-430 euró uh -huh. volt. Ez talán azért is érdekes itt a nézőinknek elmondani, hogy elképesztő az ingadozása is az árnak. Tehát most is tegnapról már Ugye 40%-os volt az emelkedés egy napon belül, uh -huh. és azt kell megértenünk ilyenkor először is, hogy mi mozgatja. Az első ilyen, amit ki kell emelnünk, az a gázár. Uh -huh. Miért a gázár a kulcs? Azért, mert a villamosenergia rendszerben van különböző opciónk, hogy mivel állítunk elő villamosenergiát. Vannak úgynevezett alaperőművek, nukleáris erőművek és Szélymű. a szenes erőművek jellemzően ilyenek, ugye ezeket ideális esetben bekapcsolják és folyamatosan uh -huh. termelnek. Uh -huh. ez, a, ez az ideális uh -huh. vitelük, hogy lehetőleg ne nagyon szabályozgassák, uh -huh. egy nukleáris erőmű akkor adja le a legjobb teljesítményt, hogyha, uh -huh. hogyha folyamatosan tud menni. Hasonló egyébként mondjuk egy lignites erőmű is. Ehhez képest ott vannak a megújulók, akik meg teljesen más karakterisztikával termelnek. Mm -hmm. Ugye napközben, egy szép napsütéses napon nagyon sok áram érkezik a rendszerbe a, a napelemes erőművi parkokból, szeles időben a szelesektől, de mm -hmm. ugye egészen más, sokkal inkább ingadozó ez a termelés. Mivel ez ingadozik, ezért kell valami, ami a rugalmasságot adja a rendszerbe magyarán kipótolja azokat az időszakokat, amikor nem áll rendelkezésre. De, de bocsánat, ez két évvel ezelőtt is pontosan ugyanígy volt. Ö, két dolog, Vagy nem pontosan igen. ugyanígy volt? De tudja hát ezek a szereplők? Pontosan ugyanígy volt, de... mások az arányok, tehát uh -huh. ezt nagyon, azt gondolom, hogy ezt is érdemes azért elmondanunk talán, mert nagyon kevesen gondolják azt, hogy 2020-ban az európai villamos energiarendszerben már 40% volt a megújuló energia részaránya. Uh -huh. Tehát itt már nem arról beszélünk, hogy van valami a távoli jövőbe, ami majd uh -huh. átírja a mindennapjainkat, ez már nagyon itt van. Tehát uh -huh. egyszerűen én azt mondanám, hogy mostanra ez a mainstream, tehát az elsődleges energiaforrás a megújuló. És az egész rendszernek ehhez kell alkalmazkodni, és ez uh -huh. egyébként évről évre nagyon nagy mértékben nő. Tehát ez az arány, ez ugye mivel uh -huh. folyamatosan nő, egyre nagyobbá válnak uh -huh. ezek a típusú kihívások. Tehát igen, ezek a, a problémák, vagy ezek a változások, én ezt nem hívnám problémának, ez egy változás. Ez a változás, hogy hogy át kell alakulni a rendszernek, ez tíz évvel ezelőtt is látszott. Tehát ez ilyen szempontból nem újdonság. Az, hogy itt van, az egy más kérdés. Uh -huh. De azért. Az, ami most történik, az nem magyarázható csak ezzel az zöldüléssel, vagy a rendszer átalakulásával. Én mert ez csak olyan, a... bocsánat, hallottam egy olyan elméletet, hogy ez, ez, egy kicsit, ami az árampiacon, illetve közvetetten az energiapiacon is, ugye, mert arról is beszélünk, hogy nagyjából ugyanaz a rángatódás van, csak más mértékegységekkel Igen. és más árakkal, de na, ugyanaz. Hogy ez Kezd ahhoz hasonlítani, mint ami a búza piacon történik, hogy a búza megterem, és addig, amíg elkerül a malomba, és megőrlik, és liszt lesz belőle, addig átlag 50 100 eladják, adják, veszik. És hallottam egy olyan vélekedést, hogy az árampiacon is ez történik, pontosan azért, mert túl sok a pénz, és ezért a spekuláció, illetve a maga a kereskedelem az, ami. Ami, ami, ezt, ezt is puffereli, ezt a kérdést jobb alanynak feltenni, nem tudom, mint a kereskedők szövetségének, hogy ez így van? Én azt gondolom, hogy tehát az, hogy sokszor kereskedik a terméket, ez teljesen rendben van, uh -huh. ez igazából az összes ilyen hasonló úgynevezett komoditi terméknél ez valóban uh -huh. így van, is, ahogy mondtad, hogy, hogy igazából uh -huh. onnantól, hogy megtermelik, onnan nagyon sokszor cserél gazdát, addig, amíg uh -huh. egyébként a végén, végén valaki uh -huh. végfogyasztó ténylegesen felhasználja. Ez, ez minden ö, kereskedett termékre ö, azt gondolom, hogy természetes viselkedés. Ami talán változott ebbe a tekintetbe, és igen, ez azt gondolom, hogy valamilyen szinten belejátszhat a, a, az áremelkedésbe. És, ö, Összefügg azzal egyébként, amit én általános helyzetképnek látok, és te is utaltál rá, hogy, hogy egy, van egy likviditás bőség a piacon, és a pénzügyi kereskedelem ugye egyre inkább keresi azokat a, a termékeket, amikbe ezt a likviditást folyamatosan befektetheti. Korábban azért az energia kereskedelmi piacok meglehetősen konzervatív piacok voltak, tehát jóval inkább az úgynevezett fizikai kereskedelem, tehát a klasszikus, ha már a búzapiacot a klasszikus árutős, de volt a jellemző, valaki bevitte az áruját, a másik elvitte, tehát igazából egy ilyen árupiacot kell elképzelnünk. Ma, ha megnézzük mondjuk a kereskedést a magyar piacra vonatkozóan, tehát a magyar árampiacra vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy a pénzügyi kontraktusok, tehát a pénzügyi kötések, azok az összkötés állomány több mint 90%-át jelentik. Én ezt nem szeretném se jónak, se rossznak interpretálni, mert azt gondolom, hogy ez egy, ez egy helyzet, amivel egyébként nyilván kell kezdeni valamit, de mint információval, és nem mint jó-rossz kategóriába besorolandó. Ezért is nem szeretem azt a szót se használni, hogy spekuláció. Mert tulajdonképpen a kereskedelem miről szól? Arról, hogy összehozzam a keresletet meg a kínálatot, és egyébként azt kell mondani, hogy ebbe a tekintetben ugye ezeknek a pénzügyi piacoknak is megvan a szerepük, hiszen bővítik a piac likviditását, és egyébként a piaci likviditás bővülése az ugye egyre inkább a piac hatékonyságának az emelkedése irányába mutat, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezt pozitívnak is lehet értelmezni. Az arányok azért egy kicsit elcsúsztak. Egy teljesen általános magyarországi háztartásban élő ember, aki eddig legalább azzal foglalkozott már, hogy napelemet legalább kiszámoltatta, vagy megnézett, hogy tete -te, -te, te a tetőre, és már túljutott azon, hogy a konnektorban van áram, vagy nincs áram. Milyen mélység érdemes ebben az időszakban neki bemenni. Tehát, hogy, hogy, hogy persze akkor, amikor az elmúlt fél évben a rekordára jöttek, akkor ugye minden médium egymás után dobálta fel a rekordokat, elkezdődött az ijeszgetés, jogos, nem jogos, teljesen mindegy, de hogy nagyon sok hír lett ebből a történetből, és akkor az egyik pillanatban azt látjuk, hogy a egy évvel ezelőttének a hatszorosába kerül a gázára például, a másik pillanatban pedig azt, hogy hát ez meg lemegy a felére, mert kikötöttek az amerikai vagy a katari LNG hajók, és akkor nem is az oroszokra kell várni, és nem is az északi államot kettő. És egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon összetett világba lehet betekintést kapni, ami be lehet évedni. Egy átlagos fogyasztó a temegítéséhez milyen mélységig kell, hogy lemenjen ebbe? Én azt Mit gondolom, kell, hogy fizes, így, figyeljen? Őszintén megmondva, Magyarországon egy átlagos háztartási fogyasztó szinte azt mondom, hogy semennyire nem kell, hogy ebbe elmélyedjen. Én nem nagyon látok most olyan ö, tendenciát, hogy érdembe, komolyan ez a hatósági áron alapuló háztartási, energiaellátási rendszer, ez megváltozzon a következő időszakban. Én, én azért kanyarodnék, át a lakossági piacról inkább a nem lakossági szegmensre, mert ha a kérdésedet meg akarom válaszolni, hogy mekkora teher az államnak, akkor érdemes megértenünk szerintem azt, hogy ugye mit is jelent ez a lakossági piac, meg mi a, mi a nem lakossági. És akkor nagyjából azt kell mondanom, hogy a teljes piacnak körülbelül a 30%-áról beszélünk, amikor lakossági vagy egyetemes szolgáltatási piacról beszélünk, és a 70%-a az viszont nem ilyen. Tehát ha az állam valamilyen társadalmi cél miatt ezt a 30-at, hogy így mondjam, kiveszi a piaci mechanizmusok alól, ezen lehet vitatkozni, ezt lehet szeretni, nem szeretni. Vagy, mennyire veszi ki, mennyire mennyire veszik ki. ugye a kérdésedre, hogy mennyire húzza magára. Én azt gondolom, hogy a maga, magamra húzásnak is vannak kategóriai, Tehát ha például annyira húzom magamra, amennyire egyébként ezt a saját eszközeimmel viszonylag tudom kezelni, mm -hmm. akkor ak azt mire gondolok itt például arra, okay. hogy vannak állami tulajdonú termelőegységek, mm -hmm. például a Paksi atomerőmű, hogy mondjam a uh -huh. konkrétumot is, akkor ugye amíg nem viszem ezen túl, addig, addig hát ez egy, tekintsük úgy, hogy ez egy társadalompolitikai döntés. És, és itt én azért hagynám abban, mert szerintem sokkal érdekesebb, hogy mi van a 70 százalékban. Akkor az a kérdésem, ha, hogy mi az ideális ár? Ha azt mondjuk, hogy 50-60 euró, az normális? Az Annál, ugye nagyon nehéz ilyen, modern yeah. módon válaszolni arra, hogy válass, de normális, normális. Azt, hogy én azt gondolom egyébként, hogyha így előre nézünk, a szigorodó uh -huh. kvóta szabályozás, tehát uh -huh. a zöldítési programok miatt ha, ha ezelőtt a krízis előtt mondjuk megkérdezted volna a véleményemet, akkor én azt mondtam volna, hogy ez a korábbi 50-60 eurós árszint, az föl fog csúszni a 80-90 euró jó, környékére. Jó. En, Ebben most igen? ennek ugye látjuk sokszor igen. a két-háromszorosát, tehát akkor igen. ezzel meg is válaszoltam azt a felét a uh -huh. kérdésednek, hogy ez hosszú távon ö, normálisnak tekinthető, nagyon rosszú ez a normális. Tehát, hogy hosszú igen. távon várható-e ilyen magas árszint, én azt gondolom, hogy hosszú távon ilyen magas árszint nem várható. De rövid távon. Ö, nagyon nehéz jósolni, és ezért ugye, ezért kezdtem a gázzal, mert ember legyen a talpán, aki megmondja ebbe a geopolitikai eh, millió szövettel átszőtt globális gázpiacon azt, hogy egyébként mi fog történni rövid távon a gázárakkal. Ugye ezek az árak, ezek a egy év előtti 20 euró per megavattórás szintről fölcsúsztak stabilan a 80-90 euró közötti szintre. És ugye az a probléma ezzel, hogy ha gázból állítok elő villamos energiát, akkor a gáz alapon előállított villamos energiát, az körülbelül úgy kell kiszámolnom, hogy a gázárat megszorzom olyan két és fél hárommal és akkor kapom meg, hogy abból milyen áron tudok áramot csinálni, mert egy erőművi hatásfokkal kiszámolva, meg ugye az erőmű egyéb költségével nagyjából ez a két és feles szorzó megmutatja. Tehát ha 90 euró, mint ahogy ma például 90 euró gáz a gáz a, magyar gáztősdén, abból kell nekem áramot csinálni, akkor nem nagyon lesz olcsóbb 270 eurónál az a, az a gáz, vagy az a gáz alapú áram. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor tulajdonképpen a gázár meghatározza azt, hogy egyáltalán milyen áron tudok abból villanyt csinálni. Jó, de most... azt is láttam, bocsánat, hogy, <coughs> hát, hogyha mondjuk éppen az egy, elmúlt egy évet nézzük, éppen most végeztem egy, egy hosszú anyagam, németországi ö, áramtermelés és fogyasztási egy évet tettem érlegre. Ugye megjelennek erre jelentések, ezeket szépen össze lehet olvasni, és abból az látszik, hogy a németek, akik rendkívül nagymértékű szén plusszal léptek be a 2021-be, például pont a gázzal, Megtették azt, hogy jó, hogy ha a gáz drága, akkor amennyire lehet visszaszabályozták, vissza és más pozícióba helyezték el a gáz alapú energia áramtermelő erőműveket, tehát csak a kiszabályozásra használták, és 10%-ot egy év alatt lekaptak a gáz Áram, az áramtermelésből, ami a, a gázalapú. Most, tehát ez azt jelenti, hogy az egész szektor ö, ilyen, hogy mint a tektonikus mozgás, tehát nem tudjuk, hogy melyik réteg hová mozog el. Ezért lenne érdekes azt, azt a kérdést két lépésben megválaszolni, hogy ha azt veszük, hogy 80 euró egy, egy átlagos ö, ö, egységnyi áram ára, akkor abban a 80 euróban a termelőtől a kereskedőig, az államig, a járulékokig. Milyen költségszerkezet az, ami, ami, kialakult, és amit az, amire azt mondjuk megint csak rossz vagy normális, tehát általános. Akkor kezdjük azzal, hogy ez a 80 euró, ez még csak a tervékár. Mm. Tehát amiről beszélgettünk eddig, az kizárólag az egy első komponens annak, amit egy fogyasztó a végén kifizet egy az, az, az áram Ez, igen, tehát ez maga az, a, energia költség, uh -huh. tehát az energia uh -huh. komponense, a uh -huh. gáznál a molekula, itt meg idézőben mondom az elektron. Tehát, uh -huh. hogy ez még csak ennyi. Uh -huh. És akkor még erre rakódnak ugye a további tételek, két nagy tétel, az egyik a, a hálózati díjak, tehát hogy ezt valahogy oda kell szállítani a fogyasztóhoz. Ezek mindenhol Európában, azt kell mondom, mindenhol a világon szabályozott díjtételek. Tehát egy villamosenergia vagy egy gázolasztó, az ugye állami kontroll alatt van, az energiahivatal határozatokba adja meg neki, hogy hogyan számíthat tarifát. Ezek jellemzően valamilyen ilyen egy számjegyű megtérüléssel kalkulált eszköz alapú megközelítések, tehát mennyi eszköz kell neked, mennyi cső, vagy mennyi vezeték kell, és ahhoz arra kapsz egy relatív alacsony megtérülést. De ez rárakódik. Tehát ugye, hogyha nézzük a, ezt, ez egy, ez egy, komoly tétel, ez átlagosan körülbelül a teljes végfelhasználói ár nyilván csoportonként változó, mondjuk 25 a Tehát kevesebb, mint fele az, amit termékárba fizetek, plusz jön ez, ez a tétel. És hát akkor van még ugye egy harmadik tételünk, az adók és az adó jellegű tételek. Itt is vannak általánosak, mint az általános forgalmi adó, amit ugye a lakosság igen. fizet, és azért ebbe a tekintetben ugye például a Magyarországon, igen, igen de ugye ez csak a lakossági, mert az áfát igen, ugye a vállalkozások visszaigénylik, tehát azért mondta, hogy ez nyilván a lakosságot terheli. Ugye ebbe a tekintetben igen. egyébként van elfben mozgás, mert a magyar áfa az globálisan is a legmagasabb, ugye ez a 27%-os kulcsával, tehát ez elméletileg egy igen. állami döntés, hogy lehet akár csökkenteni is. A, másik, ami, ö, amik a szektorspecifikus adók. Na most ilyen például ugye a, én ide sorolnám a, a, azt, hogy ha foszilis, tehát hogyha a hagyományos energiatermeléssel állítok elő villamos energiát, akkor széndiokszid kvótát kell vásárolnom, és nyilván a kvótaköltségeket költségeket is be kell kalkulálnom. Azért ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy a széndiokszid is megduplázódott az elmúlt igen, egy igen, évben. 60 tehát, euró körül van hát már így van. A Sőt, gondolt, ugye, 25 euró, Igen, és volt, már... amikor 80 környékére is benézett, tehát hogy 60 igen. euróra stabilan fölment, tehát megduplázódott ez, ez is. Tehát azért ez sem szabad elfelejtünk. Nyilván ez is az áremelő hatás, hogy, Igen. hogy a szigorodó széndiokszid kóta szabályozás miatt nő a széndiokszid kóták ára. Ezt is be kell kalkuláljuk, tehát ezt is fizetni kell. És akkor harmadikként még ö, még ugye kell beszélnünk azzal, arról, hogy vannak olyan Ö, belső, hívjuk ilyen támogatási tételek, amik megjelennek a villamos árába, például mondjuk a korábban ö, létesített megújuló erőműveknek a kötelező átvételi támogatása. Ez azonban nagyon érdekessé vált most, hogy ilyen magas az árszint, Ez úgy, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ezeket az erőműveket létesítették, mondjuk 2014-ben vagy 2013-ban, ugye akkor egy jóval alacsonyabb árszint mellett létesítették, és az erőművek és az állam közötti megállapodás az, hogy kötelező átvétel van, ez egy fix árat adott. Tehát, hogy mondjuk az erőmű termelését mindig átveszik az állam 33 forinton. De a piaci ár csak 18 forint volt, vagy 14, a különbözetet pedig a fogyasztók által összedobott kassa ellentételezte, Ebből a lakossági fogyasztók kimaradtak, a, ugye a hatóságjárásítás miatt egy fizetésbe, tehát tulajdonképpen a nem lakossági fogyasztók, bedobták a közösbe azt a kötelező átvételi támogatást, amit aztán az erőművek kaptak meg. Ugye ő nekik lényegében kifi, kisimították a, a cash cashflow-jukat, tehát a pénzáramlásukat, Igen. ami ugye azért volt előnyös az erőművé beruházó számára, mert nem futott a keresleti kockázatot, tehát nagyobb kedve volt megcsinálni Igen. az erőművet. A másik oldalról meg volt egy, van egy kiszámíthatóság. Ennek. Na most nagyon érdekes, hogy ezzel, hogy fölmentek ennyire az árak, ennek az előjele megváltozott. Azzal kell -e számolni, hogy a, hogy a, normalitás az a 25 euró felé kezd el majd elmenni, ahogy a, a koronavírus válság utáni gazdasági újraindulás okozta sok és egyéb tételek miatt a jelenlegi hektikus helyzet kialakul. Tehát ez előtti időszakra lesz jellemző, és az fog érvényesülni, hogy 2040-ig egy szépen lecsillapodó energia, olcsó energia ár felé haladunk, vagy egyébként arra kell felkészülni, hogy ettől lényegesen magasabb, akár mondjuk 100 euró körül áll be a, a megawatt óránkénti energiár. Ezt biztos, biztosan naponta átszámoljátok ötször, de mi, de mi most, a, mi most a vélemény? Hogy fog ez kinézni? E, lehet, hogy furcsák fogod találni a válaszomat, de sem-sem. Ugyanis nem az lesz, hogy 80 vagy 60 vagy 20 hanem meg fog maradni az, hogy rendkívül hektikus lesz a napi áraknak az alakulása. Tehát az, hogy ennyire nagy ármozgások vannak akár két nap között, szerintem ez a jövő. Tehát lesznek nagyon magas áru napok, és lesznek ingyen napok. Ingyen napok azok olyankor lesznek, amikor olyan magas lesz a megújuló termelés a rendszerbe, hogy igazából senki másra nincs szükség gyakorlatilag, és egyszerűen nincs nincs érdemi kereslet a piacon, tehát szinte nulla lesz a, a nagy kereskedelmi piacnak a forgalma. Egy új, új e, dimenziót ez egy fog abszolút, Viszont lesznek olyan napok, uh -huh. tehát mondjuk egy ködös, szélcsendes téli nap, amikor viszont az árak azok ugyanígy a 400 eurós, vagy az akár még ennél is magasabb tartományba fognak e, felmenni, ugyanis ilyenkor nagyon kevés e, energiaelőadási mód marad, amiből a, viszont meg kell termelni az aznapi villamosenergiát. Tehát ebbe a tekintetben én egyáltalán nem várok kisimítást a piacon. Sőt, én azt gondolom, hogy ez a, ez a, nagyon volatilis, nagyon ingadozó árszint, ez lesz a jellemző a villamos energiapiacra. A kérdés az az, hogy ezeket az ártüskéket, ezeket a nagy ingadozásokat mivel lehet csökkenteni. És akkor itt érdemes megnézni azt, hogy miért vannak ekkora ingadozások, és miért ment föl ilyen magasra most a tüske teteje. Itt kell visszamennünk egy picit a gázra. Tehát az, hogy most 90 euró körül van a gázár, én nem látom, hogy ez fundamentálisan nagyon hosszú távon ilyen magas szinten maradjon. Tehát, hogyha a gáz elkezd visszafelé menni, akkor eleve az a szorzó, amiről korábban beszéltünk, az eleve lejjebb viszi ennek a, ennek a tüskének a tetejét, és mondjuk a nagyon rossz, tehát megújuló termelés szempontjából nagyon rossz napokon is nem 400 euró lesz, hanem csak, csak 200 euró lesz az az árszintben, mert mondjuk egy 50 eurós gázból már azon az áron meg fognak jelenni a gáz alapú erőművek kínálattal a piacon. A másik, ami Összefügg azzal, hogy ugye az biztos, hogy a szél és a napenergia az mindig is ingadozóan fog termelni. Erről nem hiszem, hogy nagyon bárkit is itt neki is el kell magyaráznunk, hogy valószínűleg téli napon, délután, 5 óra után minden naperőmű termelése pont nulla lesz, hiszen besötétedett. Tehát ugye mivel ezeken tudjuk, hogy ingadozóak, ezért az a kérdés, hogy a ingadozott termelést hogyan tudom jobban kisimítani. És itt két dolog van, ugye az egyik az energiatárolás, ami. Azért látjuk, hogy óriási léptekkel fejlődik, tehát az energiatároló berendezések. A másik pedig a, a fogyasztás és a termelés intenzívebb összehangolása. az úgynevezett fogyasztó oldali válasz. Mire gondolok például itt? Tehát, ö, olyan egy, olyan ö, keresleti elemekre, ahol egyébként a fogyasztók tudják mérlegelni azt, hogy el, el, el tudom-e tolni egy kicsikét a fogyasztásomat pár órával előbbre vagy későbbre. Nyilván ez nem, nem elsődlegesen lakosságnak szól, de mondjuk gondoljuk meg, hogy bizonyos ipari folyamatoknál azért, hogyha ezt tudja befolyásolni, klimatizálás például nagyon jó példa, hogy a hűtés, fűtés az például elég könnyen mozgatható ilyen szempontból, akkor ez is be tud segíteni abban, hogy ne legyenek ekkorák a napon belüli hullámok a kereslet és a kínálat területén. Mert ha megnézed mondjuk a tőzsdén az órás árakat, azt láthatod, hogy mindig a 17-től 8 óráig az a legdrágább most ebben az időszakban. Besötétedett, de még azért ben vagyunk a munkahelyeken, még ugye minden dübörög ezerrel, és akkor hirtelen ugye így megugrik az árszint ott abban az órában. Ennek ez az oka. Ezen, ezeken lehet dolgozni, de most ezek picit csökkenthetik ezt, a, ezt, az ingadozást. Tehát én ezt a... Még egy követ ebbe a tóba. Novemberben egy londoni árukereskedői piacot vizsgáló szervezet, a, a azt találta, és az érdekelne, hogy egy energiakereskedőnek ez mit mond jelenleg és távlatilag. Azt találta, hogy a zöld hidrogén az a megugrott gázár miatt sokkal olcsóbb, mint a kék hidrogén, és még a földgáznál is olcsóbb. Nagyon örülök, hogy tetted ezt a hidrogént, mert hogy én azt gondolom, hogy ugye, amikor energiatárolásról beszélünk, akkor azért most még legtöbbünk fejébe a kémiai akkumulátorok vannak, és akkor annak a különböző része. Ugye ezt óhatatlan, mert nyilván egyszerű olvasóként is azért jobban rákattanunk az ilyen témákra, hogy akkor ki milyen elektromos autót fejlesztett, és vagy ez az, az egész tárolás, ez összekapcsolódik szerintem Igen. mindannyiunknak a fejébe egy kicsit az akkumulátorokkal. De azért, hogyha a jövő szempontjából előre nézünk, akkor a hidrogén az a, az a legígéretesebb energiatároló. Ugye, ugye a hidrogént azt úgy kell elképzelnünk, hogy az is csak egy energiatároló. Ez egy rendkívül és nagyon-nagyon potens terület. Egyébként például az arab világban, nyakra főre indulnak most a hidrogén előállítási hát projektek. Németországnak az első ö... nagy zöld, zöld hidrogén projektje Szaudarábiában. Ezt akartam köthet, pont mondani, pont a szaudi projektet. Szóval szól, így van, így van. Őrület, és, hogy egy gigawattot igen, zöld, és zöld és hidrogén ugye azt kell tudnod, és hogy ez tónak. például, ott például az, az üzleti uh -huh. modell ennek a szaudi projektnek az az, hogy ammóniát fognak előállítani. Ugye az ammóniára most is egy óriási kereslet van az, uh -huh. az európai műtrágy, hát a gyártás, meg egy csomó műanyagipari termék alapanyaga, és ugye ez a szaudi projekt, ez körülbelül, ha nézzük a teljes európai ammónia igényt, akkor annak egy olyan 10-15 et ez az egy projekt előtt fogja tudni állítani, és ezen egyre többen gondolkoznak. Egyiptomban, Marokkóban, ugye most a szaudi projektről uh -huh. beszélgettünk, tehát én nagyon hiszek ebbe. Rövid távon viszont ezek, tehát ez, ezek itt vannak, de azért ezeknek még idő. Az energiakereskedő számára a jelenlegi helyzet az egy, az egy nirvána, uh -huh. egy, egy nagyon stresszes időszak, vagy egyébként ez attól függetlenül, hogy az árak hová mozognak, ez ugyanolyan meló, mint bármikor máskor. Ha beszélgetek kereskedőkkel, akkor minden kereskedő mindig azt mondja, hogy azért a szakma szépsége az az, az időszak, amikor, amikor nagyok a változások. Magyarán kérdezhet, hogy ez stresszes. Ez nagyon stresszes. De aki szereti ezt csinálni, az pontosan az adrenalin élteti. Tehát ugye egy, egy kereskedő, akkor, amikor igazából nem történik semmi, és minden ilyen kiszámítható, hát akkor én azt mondom, hogy akkor megcsinálja a napi munkáját, de igazából valószínűleg egyik nap sem úgy áll fel a monitor mögött, hogy hú, azért ez egy érdekes nap volt, hát akkor ugye ma is kellett dolgoznunk, és megcsináltuk, amit kell. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért, aki szereti ezt a szakmát, az az élvezi az ilyen időszakokat szakmailag, ettől még ezek borzasztó nehéz, nehéz időszakok, tehát be, óriási stressz, hiszen a rossz döntésnek itt borzasztó komoly következményei vannak. Tehát itt jó, ugye... akkor bízunk az 50 eurós ba... <laughs> jó, Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. köszönöm szépen. Köszönöm